Sziasztok, én Zalus vagyok, itt ülmettem Gáspár. Igen, most már be kell mutatkozunk, mert nagyon rég voltunk. Bocsi, megpróbálunk gyakrabban jönni, és átbeszélni a hét legfontosabb megjelenéseit, játékos bemutatóit, filmes megjelenéseit, ezt fordítva szoktuk, de látjátok, régen voltunk. Aztán átadjuk a szót Ádámnak, hogy sztorizgasson egy kicsit a hét érdekességéről, majd pedig megválaszoljuk a hét kérdéseit a magunk módján. Úgyhogy csapjunk is bele. Hát most a hét legfontosabb filmes bemutatóiról kéne beszélnem. És hát ugye jön egy Resident Evil a Netflixre, amitől nem tudjuk, hogy mit várjunk. Az előzetes de egyébként tudjuk. Egész. Igen? Nem lesz jó? Szerintem nem, de... Jó. Láttam már jó Resident Evil filmet? Ti láttatok már jó Resident Evil filmet? Én még nem. Nem. Az első, ugye nagyon-nagyon régi első rész, az egész nézhető volt egy darabig, de aztán utána egy pörgő rúgással arcon rúgtak egy zombi kutyát, és onnantól kezdve engem ledobott a film, de nem baj. Ami készült belőle még 6-7 rész, nem is tudom mennyi. Ugye aztán remake-elték, az is mennyire rossz volt, úristen. Na mindegy, nem a Resident Evil filmekről kéne beszélnünk, hanem olyan filmekről, amik a moziba jönnek, de nem tudok olyan filmekről beszélni, mert az egyetlen értelmes bemutató a héten egy független horror bezárva címmel, amiről semmit nem tudok. Elolvastam a tartalmát, és igen, bezárnak emberek. Izgalmas koncepció. Hanem az a bajom, hogy miért nincsenek filmbemutatók. Gyerekek, itt vagyunk a nyár kellős közepén, a blockbuster szezon egyik legjobb, legtermékenyebb havában, amikor az emberek már ráulnak a kánikulára, és menekülnének a moziba, és jó, tudnak minyonokat meg tort nézni, de nem heteken keresztül, ezen a héten, meg a jövő héten sem lesz filmbemutató. Tényleg igaza van Spielbergnek, Lucasnak, akik még évekkel ezelőtt arról beszéltek, hogy a mozizás teljesen át fog alakulni, és nem a jól fog átalakulni. Bizonyos stílusok, bizonyos filmjellegű filmek teljesen elvesztek a mozikból. Hol vannak a vígjátékok, hol vannak az akciófilmek, hol vannak a thrillerek? Mennek mind a streaming szolgáltatóra. Ez és ez nem jó, mert én mennék moziba, mert ez egy jó program, érted? Elmész otthonról, baráti társasággal, barátnőnnel. Igen, hűvös van. Beülsz egy popcornnal, vagy akár nélküle is, és így elveszel egy filmben. Miközben leülsz a streaming szolgáltató elé, tuti, hogy egy idő után a kezedbe veszed a mobiltelefonodat, és nyomogatod, és nem ugyanaz az élmény. Mit szólsz ehhez, Gáspár? Ez van, szörnyű. Mondanám, hogy akkor játszunk helyette inkább. Jó, hát akkor át is adom a szót, beszélgessünk egy kicsit a játékos megjelenéséről. Lesz miről? Gáspár, lesz mivel játszani a héten? Lesz, de nem mindenki fog ennek örülni. Ugyanis hagyományos módon sajnos a videójátékoknál a blockbuster szezon az nem a nyár, tehát a AAA játékokra most ne is nagyon számítsatok. Ellenben független játékokkal el lehet szórakozni, hogyha valaki kedveli ezt a műfajt. Lesz egy-két ígéretes bemutató a héten, például a Loopmancer, ami egy időhurkos játék, egy magánnyomozót alakítunk benne, aki nyomoz egy eltűnt nő után, meggyilkolják, és aztán hogy nem arra ébred minden reggel, hogy a szobájába föl kell, és nem mondjuk a pokolba vagy mennybe jutott, és hát mivel egy tökéletes harcművészről van szó, így át kell velekednünk majd magunkat a városon, hogy... Eddig így érdekesnek tűnt. hogy megtudjuk, hogy miről is van szó. Egyébként így a grafikai stílus egész érdekes, szóval ezzel tettek egy próbát. Amit inkább ajánlanék, az a Monument Valley, ami most PC-re jelenik meg, ugye ez mobilokon már hódított ez a játék, egy elképesztően stílusos grafikájú, baromi jó logikai játékról van szó, rengeteg díjat bezsebelt, körülrajongták a kritikusok meg a játékosok is, és most PC-n megjelenik az első két része egy ilyen komplett kiadásban, úgyhogy ha ez nem volt szerencsétek, akkor mindenféleképpen tegyetek vele egy próbát. Mit kell benne csinálni? Azt mondtad, logikai játék. Igen, egy ilyen várba egy kis hercegnőt kell irányítani, ahol mindenféle ellenfelek vannak, mozgatható panelek, és akkor úgy kell eljutni egyik pontból a másikba, ami lehet, hogy elsőre most nem tűnik túl izgalmasnak, de baromi jó, és a hanggal és a látvánnyal együtt az szuper. Ha Nintendo Switch konzolotok van, akkor tehettek egy próbát a Fist nevű játékkal, ugye ez PlayStation-on és PC-n már korábban megjelent, de egy nagyon stílusos grafikájú Metroidvania akciójátékról van szó, amiben egy ilyen harcművész nyulat irányít. Szóval ezzel tehettek egy próbát, elvileg elég kegyetlen, nehéz tud lenni néha, úgyhogy erre azért készüljetek föl, illetve jön a Xel című, hát egy ilyen kalandjáték, ami nagyon-nagyon zeldás beütése van, úgyhogy ezzel is tehettek egy próbát, tényleg nagyon szép a látványvilága, és ígéretesnek tűnik benne a felfedezés, meg a logikai játékok és a harc is.
Igen, neves születésnapot ünneplünk a héten, ugyanis 35 esztendős lesz a Metal Gear széria első epizódja, ami 1987. július 13-án jelent meg MSX2 gépekre Japánban. Ebben az újonc elit katonát Solid Snake-et kísérhettük árulásokkal és cselszövésekkel teli kalandra, egy olyan alternatív közeljövőben, ahol a hidegháború korán sem ért véget, mi több nekünk kellett megtalálnunk a sorozat nevét adó szuperfegyvert, a bipedális járótankot, a Metal Gear-t, mely képes nukleáris fegyverek kilövésére. Természetesen már az első rész is Hideo Kojima vezetésével készült el, akinek azonban a munkálatok elején nem sok köze volt a projekthez. A Metal Gear ugyanis nagyon más játéknak indult, mivel a Konami egy akciójátékban gondolkozott modern katonai harccal. A játék azonban csak nem akart testet ölteni, így a Konami átadta a gyeplőt Kojimának, aki rögvest a nagy lövöldözések ötletét vetett el, ugyanis a cél hardware az MSX2 limitált mennyiségben tudott csak lövedékeket és ellenségeket megjeleníteni a képernyőn, ráadásul az oldalra scrollozással sem tudott szépen megbirkózni, így a direktor teljesen átalakította a játékmenetet. Az ellenfelek lelövéséről a lopakodásra és a lebukás elkerülésére került át a hangsúly, olyannyira, hogy Kojima tulajdonképpen egyik nagy kedvencét, a Nagy Szökés című filmet szerette volna újra álmodni videójátékos formában, vagyis egy ellenséges börtönből kellett volna meglógnunk egy hadifogollyal. Kojima munkatársai azonban nem tartották jó ötletnek, hogy a játékos karaktere semmilyen módon nem tudja megvédeni magát, így végül a börtönös témát beszivárgásra cserélték, amihez az inspirációt a designer másik nagy kedvence, a Navarone ágyúi jelentették. Kojima persze más filmekből ismerített. Solid Snake figuráját például az 1981-es Menekülés New Yorkból Snake Plissken-jéről mintázta. Igaz, arról nem tehetett, hogy a Metal Gear kazettájára végül az első Terminátor film főhősét, a Michael Biehn által alakított Kyle Reese-t nyomtatták. Bizony, a Konaminál szégyentelenül lenyúltak és átrajzoltak egy képet James Cameron klasszikusából, ami akkoriban azért még nem volt annyira szokatlan dolog, mint manapság. Akárhogy is, a Metal Gear végül hatalmas siker lett, mely útjára indított egy olyan zseniális szériát, ami kendőzetlenül mesél a politika és a média hamisságairól, génmanipulációról, égető társadalmi kérdésekről, és nem mellesleg megteremtette a lopakodós játékok alapvetéseit. Isten éltesse a Metal Gear-t, és most normál esetben visszaadnám a szót Gáspárnak és Zalusnak, csak hogy felvétel közben az utóbbi mikrofonja elszállt, így kénytelen leszek helyettük én megválaszolni a hét kérdéseit. Az élet nehéz, de oda se neki, lássuk a hét kérdéseit. Ti mit gondoltok, szerintetek mikor fog összeállni az új bosszúállók csapata? Kik lesznek a tagjai? Ki lesz az ellenségük? Habár már fejtegettük, hogy a jövőben összeállhat az ifjú bosszúállók csapata, és hogy úgy tűnik Kang lesz az MCU következő nagy gonosztevője, de elvileg már nem kell sokat várnunk, hogy kiderüljön, mire számítsunk, ugyanis Kevin Feige azt ígérte, hogy július 23-án a San Diego-i Comic-Con Marvel paneljén felfedi a Marvel mestertervét. Szerintetek Igló kapitány a tenger kellős közepén miért fagyasztott harudakkal kínálgatja a kis matrózait? Mert egy érzéketlen f***. Sziasztok! Szerintetek az ingyenes vagy indie játékok átvehetik az uralmat a nagy már jól bejáratott blockbuster játékok fölött? Nem átvehetik, hanem már át is vették. Az alábbi listán láthatod, hogy jelenleg az 5 legsikeresebb játék mind-mind ingyenesen letölthető mobil cucc, melyek jókora pénzeket hoznak a fejlesztőiknek, de azért attól talán nem kell tartanunk, hogy hamarosan már csak ilyenek lesznek a piacon. Szerintetek a Marvel, ha beveszi az X-Ment a világába, a megszokott színészi gárdával fogják, vagy mindenkit recastingolnak? Hogy Patrick Stewart játszott a Charles Xavier-t a Doctor Strange 2-ben, az csak egy alternatív univerzumos poén volt, de az X-Men tagjait a mi világunkban biztosan új színészek játsszák majd. Például a kokáért a Kingsman filmek tökije, Taron Egerton már elárulta, hogy beszélt Kevin Feige-val rozsomák szerepe kapcsán. Ha FIFA és a 2K sportjátékok mindig akkora sikereknek örvendeznek, hogy nem foglalkozik több stúdió sportjátékokkal? Talán pont azért, mert ezek a játékok olyannyira leuralták a piacot, hogy egyszerűen nincs értelme riválisok fejlesztésének. Mondjuk az EA és a FIFA összeveszését követően most pont egy nagy rivalizáció vette kezdetét, de kétségeink vannak afelől, hogy ez hosszú távú lehet. A hét tényleges kérdését Kecskés Judit tette fel, aki az iránt érdeklődött, hogy jó döntése Taika Waititi-től, hogy olyan Star Wars forgatókönyvet ír, melyben teljesen új karaktereket mozgat majd. Szerintünk ez a lehető legjobb ötlet, amivel a Star Wars kapcsán előállhatnak. El kell végre engedni a Skywalker szágát, az ő korukat és világukat, már pedig jelenleg a Lucasfilmnél mintha képtelenek lennének erre. Újra meg újra előkerülnek már letudott vagy nem túl jelentős karakterek, hogy a Tatooine-on vagy más már jól ismert világokban kepesszenek, de úgy, hogy a nagy egészre vajmi kis hatással legyenek. A messzi-messzi galaxis nem csupán térben, de időben is nagyon tág, simán fel lehetne fedezni benne új világokat és új figurákat,
akik több száz vagy ezer évvel a Skywalkerek előtt vagy után élhetnek, hogy az erő két oldalán állva izgalmas, újszerű módon küzdjenek meg egymással. Továbbá azt se bánjuk, hogy Waititi a saját hangját is beleviszi ebbe az univerzumba, hisz korábban már bizonyította, hogy remekül egyensúlyoz a komoly dráma és a szókimondó, gyermeki humor között, és ezzel rengeteg nézőt tud megszólítani. Szóval a Star Wars-szal csak jót tehet egy új világ, egy új karakterisztika és egy új hangvétel. Juditnak köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot is küldünk neki az IGN Shop felajánlásával, méghozzá ezt a hőre változó Batmanes bögrét, amiből iszogatva elgondolkodhat azon, hogy a DC-nek is milyen jót tett, hogy maga mögött hagyta a DCEU-t, hogy Robert Pattinsonékkal egy egészen új világot kezdjen el építgetni. Az IGN Shopra pedig feltétlenül kukkancsatok fel, ugyanis rengeteg új Marvel termék érkezett, no meg baseball sapkák is, melyek shieldje mögé rejtőzve könnyebben átvészelhetjük a kánikulát. Ezúttal is köszönjük szépen a rengeteg kérdést, amit küldtetek, és persze továbbra is várjuk őket, ez alá a videó alá a 7 kérdése hashtag ellátva, mi pedig megpróbáljuk majd megválaszolni őket. A jövő héten újra találkozunk a Starttal, addig is, sziasztok!